Az ünnepek közeletével ajándékcsomagokkal segíti a rászorulókat Rákosmente önkormányzata. A helyhatósága az Életfa Humán Segítő Szolgálattal közösen főként tartós élelmiszereket, köztük konzerveket, üdítőket, valamint édességeket tartalmazó csomagokat állított össze, melyeket december 11-én Horváth Tamás polgármester és dr. Bakos András alpolgármester személyesen adott át az érintetteknek. Amint azt a városvezető kifejtette, a további adományokat az Életfa Humán Segítő Szolgálaton keresztül juttatják el a rosszabb anyagi körülmények között élő családoknak. Nekik próbálunk segíteni ilyenkor karácsonykor, hogy kicsit a karácsony ünnep nekik is könnyebben teljen, úgyhogy több mint 750 csomagot fogunk kiosztani, kihordani, kiszállítani. Ezzel is azt reméljük, hogy egy kicsit meg tudjuk könnyíteni az ő karácsonyunkat is, hiszen a karácsony úgy szép, ha nem mindig csak a problémákkal foglalkozunk, hanem tudunk egy kicsit adni is, és ők is talán a jobb érzéssel tudnak a karácsonyra fölkészülni. Rákos Mente polgármestere hozzátette, bíznak abban, hogy a felajánlások által szebbé tudják tenni a nélkülöző karácsonyát. A több mint 750 doboz kiosztásában az elkövetkezendő napokban az Humán segítő szolgálat munkatársai segítkeznek majd.